A Magyar Atlétikai Szövetség szerdán hirdette ki a jövő héten kezdődő amszterdami Európa-bajnokságra utazó versenyzők névsorát. Egyetlen nyíregyháziként a diszkoszvető Szikszai Róbert utazik Hollandiába. Hellebrandt Máté azért hiányzik, mert az olimpia évében a kontinens viadalon nem rendeznek gyaloglószámokat, Bakosi Péter pedig nem ugrotta meg a csapatba kerüléshez szükséges magasságot. A korábban Achillesin sérüléssel bajlódó fiatalember az elmúlt hétvégén egy németországi és egy szombathelyi versenyen is elindult. Előbbin 218 cm-ig jutott, utóbbin pedig 222 cm-rel idei legjobbját érte el, de ez is kevés volt a hollandiai utazáshoz. Az első versenyem az Bülben volt, Németországban, az egy nagyon jó verseny volt, jó pálya volt, az idő is jó volt, sajnos én nem szerepeltem jól, elrontottam azt a versenyt, pedig sokkal több volt benne. Utána másnap Szombathelyen versenyeztem, akkor reggel 6 órakor indult a gépem, és épp hogy odaértem a versenyre. Itt már jóval fáradtabb voltam, de viszont fejben sok összeszedettebb voltam. 22 sima volt, 25 csak egy nagyon pici kellett hozzá, igazából utána esett a léc. Bár az Európa-bajnokság elúszott, az olimpiára még kijuthat a 23 éves atléta. Igaz, ehhez 229 cm kellene ugrania. Többen is mondták, hogy most képes vagyok rá. A szakágvezetőnk is mondta, magas ugró szakágvezetőnk is, hogy meg tudom csinálni. Úgyhogy én is ebben reménykedek, és próbálom oda tenni magamat. Bakosi a hétvégén egy miskolci versenyen áll rajthoz, majd egy héttel később Debrecenben lesz lehetősége az olimpiai szint teljesítésére.